Szeretettel köszöntöm először kedves vendégünket, főbb celebráns atyát, Spisják Péter Pál kapucinus szerzetes atyát, aki ma a saját szerzetes rendjét fogja majd ismertetni velünk. Isten hozott köztünk Szent Háromság ünnepén, templomunk búcsú napján, a Szent Misében, kegyelem állapotában, a búcsú kegyelmében részesülhetünk majd. Köszöntöm a társadalmi szervezetek vezetőit, különféle szervezeteket, néptáncosokat, kedves vendégeinket, a Keresztény Értelmiségek Szövetségétől és egyéb szervezetekből, Paksról, Tolnáról, filiális községből jött kedves híveket, és természetesen a házigazdákat, a kedves paksiakat. A búcsú, a plébánia az egyházközség legnagyobb ünnepe, egyenrangú karácsonnyal, húsvéttal, pünkösddel. Ilyen lelkülettel készülünk a Szentmisére, hiszen ez a lényege, ez a középpontja. A többi az úgy rárakodott az idők folyamán a szép ünnepre. Ez nem baj, ez szép, ez jó, ez kell. De elsősorban mi a Jóistenre koncentrálunk, ma különösen is arra a titokra, hogy egy Isten, de három személy, Atya, Atyánk, Fiú, megváltunk, Szentlélek, irányítunk, éltetünk. Szeretettel kérem kedves Péter Pál atyát, hogy mutassa be a Szentmisénket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áldott legyen az Atya Isten és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk. Magam is szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, köszönöm Jenő atyának a meghívást, köszönöm a kedves testvéreknek a jelenlétet, a helyi közösség, helyi egyházközség és a közeli egyházközségeknek a jelenlétét. Engedjék meg a kedves testvérek, hogy ahogy belettem mutatva, kapucinus szerzetesként vagyok jelen itt a Ferences lelki családnak egy tagjaként, hogy megkülönböztetett szeretettel köszöntsem a jelenlévő Ferences világi rendi testvéreimet. Kedves testvérek, nálunk is, a mi templomunkban is ma templombúcsú van, Szent Háromság vasárnapja, ez Móron van Fejér megyében. Hadd adjam át a mi templomi közösségünknek is az üdvözlését, és így a közösségét, kommunióját az ünnepben, amelyben Isten, ahogy hallottuk, csodálatos jóságáról, csodálatos szeretetéről, szeretetének számunkra annyira szükséges megnyilvánulásáról tanít bennünket, amely az ő irgalma. Ennek fényében most Szentmiséink elején csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát, add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így beszél az isteni bölcsesség. Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, és az ősvíz színének körét megvonta, amikor a felhőket felerősítette, és az ősforrások erejét megszabta, amikor kijelölte a tenger határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor lerakta a föld szirált alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez az Isten igéje. Thank you.
Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim! Uram, mi Urunk, mi csodálatos a Te neved az egész világon! Együtt énekeltük a Válaszos Zsoltárnak visszatérő válaszát, és valóban, testvérek, ebben a csodálatban vagyunk meghívva a mai ünnepen, hogy együtt legyünk. Urunk, a Te neved, Szent Háromság, valóban csodálatos, gyönyörűséges és szépséges. Valóban olyan misztérium, olyan titok és valóság, amely betöltheti szívünket. Először járok erre. A táj felépítése vagy szerkezete ismerős lehet. Én Békés megyei vagyok, a Nagyalföldről származom. Amikor ide érkezem, otthon érzem magam, és ahogy belépek a templomba, megragad e templomnak a sok színűsége, a színes üvegablakok, a fal. Kedves testvérek, a Szent Háromság az ilyen színes, az ennyire színes. Szólnak lelkipásztori könyvek arról, hogy kereszténységünkben, a kereszténységünket élve eljöhet a dél kísértése. Szokták mondani Akkédiának is, magyarul az unalom. Kedves testvérek, hogyha felfedezzük a Szent Háromságot, ez a kísértés, ez eloszlik, megszűnik. Éppen ezért azt gondolom, hogy talán fel sem fogjuk, hogy Isten milyen szép ajándékot készített mindannyiunknak személy szerint, idén is, mert az ember lehet hűtlen, de az Isten hűséges marad, amikor meghív bennünket, hogy ünnepeljük őt, aki Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, egy Isten, egy isteni természetben három személy. És ahogy a kezdő könyvelésben olvastuk, kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Az egyház is, amikor könyörög, és a Szent Háromság felé fordul, akkor csodálatos titokról beszél. Csodálatos, ahogy mondtuk eddig is, és titok, hiszen kétségtelen, hogy a Szent Háromság nagyon messze van a háromságos istenségektől, vagy a több isten hittől. Nem jöttünk volna egyáltalán rá, ha Jézus nem beszél róla, ha Jézus nem tárja fel, soha rá nem jöttünk volna, hogy az Isten, a Szent Háromság egy Isten. A matematikai gondolkodásunk sem segít. A három az nem egy, az egy az nem három. Az ember számára ez teljesen felfoghatatlan misztérium. És úgy vagyunk egy kicsit, mint Szent Ágoston, aki a Szent Háromság titkáról gondolkodva egy látomását meséli el, amikor is Appia tengerpartján Rómához közel sétált, és látott egy kisfiút. És megkérdezte a kisfiútól, hogy hát mégis mit csinálsz? Látod, hogy a kisfiú egy gödöltárs, és aztán valamilyen edénnyel a tenger vizét belemerte abba a gödörbe. Biztos ismerik ezt a történetet. Itt a kedves testvérek. A történet konklúziója.
hogy kisgyerek mondta, hogy hát átmerem a tengert a gödörbe. Mire mondja Ágoston, hogy ez lehetetlen, hát sokkal nagyobb az a tenger, mint a te gödröd, és bármilyen gödör, amit te ásni tudnál. Ekkor döbbent rá, hogy mennyire túl szárnyal bennünket, mennyire túlnő bennünket az Isten belső életének csodálatos titka. És továbbra is Szent Ágostont idézem, akit azt gondolom, hogy megint csak jól ismeritek, az ő meghatározását, az isteni személy, aki szeret, az isteni személy, aki szeretve van, és a isteni személy, aki közöttük a szeretet áramlása, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Testvérek, nagyon fontos belegondoljunk az alternatívákba, egyéb lehetőségekbe. Mi van akkor, ha az Isten egyedül van? Ha az Isten egyedül van, akkor magányos, és akkor nem szeretet. Esetleg önző, de az önzés az nem szeretet. Ha sok istenség van, ahogy a görög, ahogy a római klasszikus kultúra tárta elébünk, akkor viszont nem végtelen, akkor meg nem Isten. Kedves testvérek, Szent János apostollal és evangélistával viszont mi azt valljuk, hogy az Isten a szeretet. Ez pedig honnan, máshonnan fakadhat, mint az ő belső életéből, abból, amit Szent Ágoston olyan gyönyörűen leírt, hogy egy isteni természetben van egy szerető isteni személy, egy szeretett, öröktől fogva szeretett isteni személy, és egy isteni személy, aki tulajdonképpen maga a szeretet. És Szent János tulajdonképpen az Isten a szeretet kinyilatkoztatásából buzdít és ösztönöz bennünket, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, az Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent. Ismét Szent Ágostonhoz visszatérve, szeress és tégy, amit akarsz, de ebben az értelemben szeress, mert egyébként a szeretetet ki tudjuk fordítani önmagából, félre tudjuk magyarázni. Bocsánat, de a házasságtörést is szeretetből szoktuk elkövetni. Pedig az nem is szeretet. Jenő atya, ahogy bevezette a szentmisét, ahogy rólam beszélt, elmondta, hogy kapucinus szeretes vagyok, és elmondta nekem, amikor meghívott, hogy mutassam be a rendet. Van ez a szép hagyomány, hogy erre a búcsúra mindig egy szeretes közösség, egy képviselője jöhet el. Kedves testvérek, valóban egy szeretes közösség képviselőjeként vagyok itt jelen, hiszen azért tudok itt lenni, mert valaki otthon helyt áll a mi templomunk búcsújában. Sőt, kedves testvérek, szeretném mondani, hogy egy lelki család képviseletében vagyok itt, és éppen ezért szeretnék egy kicsit kitekinteni is erre a nagyon gazdag valóságra. Assisi Szent Ferenc, ami rendalapítónk, meg is ismertem a képét, a színes üvegablakon ott van. Assisi Szent Ferenc, aki aztán az ő első, második és harmadik rendjének is az alapítója. Ez nem fontossági sorrend, hanem egyszerűen csak kronológiai sorrend. Az első rendbe tartoznak a férfi szeretes közösségek, így vannak a ferencesek vagy kisebb testvérek, hivatalosan a pápai évkönyvben is így szerepelnek, hogy a kisebb testvérek.
Aztán vannak a minorita kisebb testvérek, és vannak a kapucinus kisebb testvérek. Mi vagyunk a kapucinus kisebb testvérek. Kedves testvérek, a második rend a női közösség, a Kladisszák Szent Klárából fakadóan, akit nagyon nagyra becsülünk, ez is mutatja, hogy nem fontossági sorrend. Hiszen az egész ferences lelki család vallja, hogy Assisi Szent Klára Szent Ferenc leghűségesebb követője. Bennünket, férfiakat megszégyenítve a pápánál elérte Szent Ferenc álmának, a szegénység privilégiumának elismertségét. Ideális esetben, akár a mi közösségünkben is van úgy, hogy a rendház, amelyben élünk, az nem a mi tulajdonunk, hanem mondjuk például a püspökségé. És a mi ott létünk az a püspökség engedélyétől függ. Vannak ilyen rendházaink, aztán történelmileg, és a mai kor evolúciója, jogviszonyi evolúciója kapcsán rendházaink ettől a Szent Ferenc ideáltól eltérően már nem úgy vannak, hanem mint egy birtokainkat képez ide. Szent Ferenc atya az első templomát is például a Porciunkulát a bencésektől bérelte. És a körüli nem is kőből épített építményt, hanem ilyen ágakból összerakott kis kunyhókat hozott létre. Szent Klára. És a harmadik rend, akiket külön is köszöntöttem, itt vannak, akik ma már nem a harmadrend nevet használják, hanem világi ferences rend nevet használják. Azok a férfiak és nők, akik Poggi Bonzói Szent Lukézió példájára lélekben oda térdelnek ma is, a 21. században is Assisi Szent Ferenc elé, hogy Ferenc, mi a te lelkiségedet szeretnénk követni, mit tegyünk, mi hárosok vagyunk, nem lehetünk szerzetesek. És akkor Ferenc azt mondta, hogy maradjatok meg a házasságotokban, és éljetek a házasságban ebben a lelkiségben. Kapucinus kisebb testvérek rendje. Milyen furcsa, hogy bennünket a kapucninkról neveztek el, ahogy itt forgolódtam, látták is a testvérek. Azért nagyon mély üzenete van ennek. Bennünket eredetileg a remete életet élő kisebb testvérek rendjének neveztek. Amikor 1600-es évek 90-es éveiben módon építették a templomukat és a rendházunkat, akkor még erdőt írtottak. Vagyis azt jelentette, hogy a rendház és a templom a lakott területen kívül volt. Mint egy menedék, ahova visszahúzódhattunk, aztán onnan mentünk a közeli városba. Ahogy volt a legeslegelső kolostorunknál, ahogy volt az első idők kolostorainál. Ma nagyon gyakran a kolostorainkat a város közepén találjuk. Eredendően azonban ez így volt. Mindez azért volt, mert hogy a mi első atyáink Szent Ferencnek az imádságos életére csodálkoztak rá. Arra csodálkoztak rá, hogy Assisi Szent Ferenc mekkora hangsúlyt adott az imádságnak. Időben is. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy a szeretet az időben is megnyilvánul. Hogy a szeretet a másiknak adott időben is megnyilvánul. Ez manapság, amikor folyton rohanunk, ez egy nagyon fontos figyelemfelhívás, hogy a szeretet az időben is megnyilvánul, a másiknak ajándékozott figyelemben is. Assisi Szent Ferenc egy év alatt, 365 nap alatt, 5-ször 40 napra vonult vissza magányba. Ez volt az a szikra, az az emlék, amely elindította a kapucinus reformot. És a kapucinus név, az a kapucninkból ered, ha valaki egy kicsit jártasabb, az rögtön észrevette, hogy ez másmilyen kapuszni, mint a ferencesek, a kisebb testvérek kapusznia. Igen, mi ezt, hogy úgy mondjam, vettük, vagy másoltuk.
Egy időben néhány testérünk, első testéreink a kamalduli remetékkel éltek együtt. És nekik volt ez a szabású kapucniuk. És nekik volt ez segítség, nem pusztán csak a napsütésben, vagy a szélben, vagy az esőben, hanem ahogy nálunk is történt hosszú évszázadokon keresztül, amikor magunkra húztuk a kapucnit, az azt jelenti, hogy most az Úrral vagyok, most segíts nekem, most ne zavarj, most az Istennel beszélgetek. A kamaldúli remetéknek eredendően fehér, de nekünk Szent Ferenc kapcsán természetesen barna. De kedves testvérek, az, hogy egy ilyen szemlélődőbb, az, hogy egy ilyen visszavonultabb közösség a miénk, az nem jelenti azt, hogy nincs lelkipásztori tevékenységünk. Hiszen, ahogy mondottam, az első közösségeink azért a város közelében voltak. Olyan közelségben, hogy gyalog hamar a városba be lehetett élni. És kedves testvérek, valóban mi Magyarországon is azt tapasztaltuk, hogy mennyire lelki pásztorkodó ez a közösség, hiszen a kapucinus rend Magyarországon a török elleni háborúk idején jelent meg. Az első szeretes testvéreim Esztergom ostrománál haltak meg. Aztán két szentet emlegethetek föl, két szentnek a tiszteletét ajánlhatom, az egyik az Brindisi Szent Lőrinc, 1601, Csógakői, vagy Sárvidéki, vagy Székesfehérvári csata, ahol három társával egy elég kényes lelkipásztori munkát láttak el, tábori lelkészek voltak. Azért az egy emberpróbáló dolog. Akár mai lelkipásztorok, tábori lelkészeket is megkérdezhetünk, hogy egy laktanyában milyen az élet. Tehát egy ilyen lelkipásztori feladatot láttak el, és a török hadifoglyottól tudjuk, hogy Brindisi Szent Lőrinc kezében a keresztel, mint egy a Szent Liga seregei fölé hatalmasodva, oly módon mondják a török hadifoglyok, hogy az ágyú golyók is lepattantak róla, buzdította az egybegyűlt keresztény seregeket Magyarország felszabadítására. Magyarország újra keresztényesítésére. A másik, akit szeretnék idézni, a méltatlanul elfeledett Boldog Aviánói Márk. Egy domborműve van Budán a várban, és egy szobra Budán, az első kerületben, az alsó vízivárosban, a kapucinus rendház előtt. Ha elmegyünk a Magyar Nemzeti Galériába, és megnézzük Buda felszabadításának a festményét, nem fogjuk megtalálni ott. Méltatlanul elfeledett ő, annyit tett azért, hogy Bécstől elindulva, Duna mentén haladva, a Budához fáradtan megérkezett, és egymással civakodó keresztény seregek végre induljanak neki fővárosunk felszabadításának, és aztán folytassák az utat egészen a Balkánig. Ő is tehát tábori lelkész volt, diplomáciában aktív cselekvő volt. Mégis a lelkipásztorkodás és a szemlélődő imádság hogyan jön össze? Így, ez a kevert élet, így szokták hívni a teológiai traktátusok, kézikönyvek, a szemlélődésből fakadó cselekvés, a szemlélődésben felismert igazságokat, indítatásokat valósággá tévő cselekvés. Kedves testvérek, Szent Háromság titkákhoz kapcsolódóan és Szent Ferenc atyánkról és a ferences lelkületről beszélve egy nagyon fontos Szent Ferenci intuíciót szeretnék megosztani. Sokan ismerhetjük, az én hivatásomban ez volt egy szikra, Cefirellinek a Napfője, Holdnővér című filmje
gyönyörű zenével, egy talán kicsit túl romantikus, de azért nagyon-nagyon sok igazságot tartalmazó film. Assisi Szent Ferenc ránk hagyta azt az imádságot, amelyet a filmnek a címe is hoz, a Naphimnusz, amelyben azt az Istentől kapott felismerését jeleníti meg, hogy a mi Urunk bátyánk a naptól, egészen nővérünk a testi halálig, a teremtett világ egy testvériség, egy szeretett közösség minden emberen keresztül. Szent Ferenc atya a minden emberek gondolatát kibontva azt mondja, minden ember, aki a te szerelmedért megbocsát, mert azért mi egymásnak koccanunk. Azt mondjuk, hogy a szó elszáll az írás mellett, de azért a szóval is nagyon tudunk sebezni, és aztán cselekedetekben is igen áltóak lehetünk. Kedves testvérek, tehát a Szent Ferenci testvériség azt hiszem, hogy a Szent Háromságból fakadó lelkiségünket nagyon szépen megjelenítő csodálatos üzenet ma számotokra. És hadd mondjam el itt a 21. században, hogy ez nem egy, elsősorban nem egy globalista nemzetközi testvériség, hanem arról szól elsődlegesen, hogy a településen, az egyházközségben, a megyében, a nemzetben, a különböző társadalmi osztályokhoz tartozó emberek nem kasztokra bomolva, egymástól távol, egymástól félve és óvakodva élnek, hanem tudnak egymásra testvérként tekinteni. A tehetős a szegényebbel, a műveltebb a kevésbé iskolázottal, a hatalmasabb a kiszolgáltatottal, tudják egymást testvérként látni, egymást becsülni, szeretni és segíteni. Mindez azért, mert Isten fellebbentette előttünk az ő benső életének titkát, hogy ő egy szeretett közösség, és mindez azért, mert mi Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, nekünk is szeretett közösséggé kell lennünk. Isten nélkül semmi sem lett, ami lett. Mindenki, minden egyes ember is, legelőször Isten álmában és tervében fogant meg. Mi is mindannyian. Senki sem született véletlenül, nincs becsúszott emberi élet. És aztán Isten, amikor jónak látta, hogy legyünk, akkor talált egy szülőpárt. És hát emberek esendőek vagyunk és gyengék, ki ne sérült volna szülei részéről, mégis a leges, legnagyobb ajándékot, az életet megadták nekünk. Azt hiszi Szent Ferenc, amikor visszatekint a saját életére, a végrendeletét megírja, nem arról van szó, hogy könyvemet ráhagyom az egyik testvérre, a ruhámat a másik testvérre, hanem elmeséli az ő Istennel való kalandját. Azt írja, hogy a testvéreket adott mellém az Úr. Hogy az Isten megadta neki, hogy amikor jobbra fordult, balra fordult, embereket látott, abban testvért fedezett fel. És egyik szabályzatában azt mondja Szent Ferenc a maga rendtársainak, a férfiaknak, de ez kisugároz onnan és szól mindenkinek, amennyire az Isten kegyelme engedi, mindenki úgy szeresse és táplálja testvérét, miként az anya szereti és táplálja gyermekét.
Kedves testvérek, megrángatott bennünket a koronavírus. Ez a home office, távoktatás, ez az elszigetelődés, távolságtartás. De testvérek, ne legyünk rövid memóriájúak. Emlékezzünk arra, hogy már a koronavírus előtt panaszkodtunk arra, hogy mennyire elszigetelődtünk egymástól. Már a koronavírus előtt bennünk volt a szomorúság és a keserűség a magány és az ebből fakadó egyedüllét miatt. Ez egyrésztről abból is ered, hogy Istentől, magától is eltávolodtunk. De ered abból is, hogy egymástól is eltávolodtunk. Családon belül, községen belül, egyházközségen belül, nemzeten belül. Kedves testvérek, mit harsog a világ? A világ azt harsogja, ember embernek farkasa, homo homini lupus, illetve a te halálod az én életem. Van egy ferences világrendi, Magyar Tudományos Akadémián dolgozó biológus barátom, többször elismétli. Már az állatvilág is felismerte, hogy az együttműködés sikeresebb stratégia, mint a versengés. A világ pedig a versengés súlykolja. De milyen világban vagyunk, de nem e világból valók vagyunk. Íme, ahogy valaki mondotta, ma a legmenőbb, a leghelyesebb lázadás az a hithűség. Isten arra tanít bennünket, hogy egymás testvérnek lássuk. Arra tanít bennünket Isten, hogy mi ne a ember embernek farkasa, nem tudok rólad, legalább békén van, nem a te halálod az én életem logikájával éljünk, hanem vegyük fel a kesztyűt, mert olykor testvériségben élni nem könnyű, de mégis az a boldogító. Ferenc pápa az egyik szentbeszédében felidézett egy egyházatját, kutattam, hogy ki ez az egyházatja, de nem találtam meg. Azt mondta ez az egyházatja több évszázaddal ezelőtt tehát, hogy a keresztvíz az erősebb kötelék, mint a vér. Az, hogy te meg vagy keresztelve, és én meg vagyok keresztelve, az közöttünk erősebb kapcsolatot teremt, mint az, hogy nekem vannak vérszerinti testvéreim, és neked van vérszerinti testvéred. Milyen jó lenne ebbe hinni. Milyen jó lenne hinni ebben. Kedves testvérek, a keresztvíz közöttünk feloldhatatlan, széttéphetetlen kapcsolatot teremt, amit nem tud elrontani sem az unszimpátia, sem egy konfliktus, egy meg nem értés, semmi sem. Isten kegyelméből. Mire várunk még tehát? Mire várunk még, hogy cselekedjünk? Szent Ferenc szavaival szólva, ismerjük hát fel egymásra nézve, hogy testvérek vagyunk. Isten tett bennünket testvérekké, és Isten ajándékozott meg bennünket egymással, mert hiszen Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és Isten maga szeretett közösség, és az emberek számára is az ő álma, az emberi szeretett közösség megvalósulása. Munkás ez persze. Munkás ez, de nem lehetetlen Istennel. Vagy pedig embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Kedves testvérek, szó esett a szentmise kezdő könyörgésében az irgalomról. Igen, szeretett közösségben élhetünk, az irgalmas szeretett közösségében élhetünk. Egyik 19, a másik egy hián 20. Én itt vagyok gyenge, te ott vagy gyenge. Én itt botladozom, te ott. Fontos az, hogy magunkévá tegyük Isten mentalitását. Nekünk nem az a életfeladatunk, hogy megküzdjünk Isten szeretetéért. Isten szeret bennünket.
Nekünk az a feladatunk, hogy viszont szeressük Istent. Mi az életszentség útján abban fáradozunk, hogy tudjuk szeretni a másikat. Előbb talán magamat kell megtanulnom szeretni, és aztán a másikat a főparancs szellemében. Szent Háromság egy Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, Assisi, Szent Ferenc, könyörögjetek érettünk, ezen az úton vezessetek bennünket, mindannyiunkat. Amen. Ünneplő szívvel együtt most valljuk meg hitünket, mondjuk együtt. Hiszek az egy Istenben, minden adó Atyában, mennyei és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Imádkozzunk a mai magasztos ünnepen egy szívvel, lélekkel, hogy a Szent Háromság tiszteletére szent templomunk legyen mindig az áldás helye és a kegyelem forrása. Szent Háromság egy Isten, áld meg és segíts Ferenc pápánkat, László püspökünket és papjainkat, hogy tanító és megszentelő hivatásukat mindig méltó módon és eredményesen végezhessék. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg! A Szent Háromság kiáradó szeretete segítse magyar népünket és vezetőinket az igazság és a béke szolgálatában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Az Atya szeretete, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek ereje erősítse és őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kedves vendégeink! Vigyék magukkal otthonaikba a Szent Háromság egy Isten bőséges áldását. Kérünk téged, hallgass meg minket! Templomunk alapítói, építői és mindazok, akik az évek folyamán áldozatot hoztak érte, legyenek a Szent Háromság örök békéjének részesei. Kérünk téged, hallgass meg minket! Plébániánk hívei érezzék, hogy ez az Isten háza, közös otthonunk, a mennyei Jeruzsálem előcsarnoka.
kérünk téged, hallgass meg minket. Elhunyt szeretteink részesüljenek a búcsú kegyelmi ajándékában, a boldogító Isten látás által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, hogy fogadd el tőlünk a hála áldozatát, azért a sok kegyelemért, amit templomunkban adtál gyermekeidnek. Legyen ez a szent hely az áldás és kegyelem forrása, ahol erősödik hitünk, reményünk és szeretetünk a te dicsőségedre, embertársaink és lelkünk javára, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk, a kenyér, a bor és a magunk lelki felajánlása kedves legyen mennyei Atya Isten előtt. Az angyalok és ő angyalok,
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népék kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszórdott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, ezen egyházközség elhunyt tagjait, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben, velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa választod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béké jelében. Legyen
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Urunk Istenünk, e szentség vétele és az örökké való, egy és osztatatlan szent háromság megvallása, szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ismertetem elsősorban a kedves faddiakkal jövő heti ünnepünket és miserendünket. Holnap is ferences szerzetest ünnepel a Katolikus Egyház, ismert, közismert, kedves szentünk páduai Szent Antalt, egyben holnap boldogságos Szűz Mária Fatimai jelenésének a napja is van, mint minden hónap 13-án, este 6 órakor Gerjenben kérjük a Fatimai Szűzanya égi közbenjárását szentmisében, hívja, várja a Szűzanya kedves faddiakat és a környékbelieket is, holnap este 6 órára Gerjenbe a szentmisére. Kedden szokott időben itthon lesz szentmise. Szerdán magyar szentet köszöntünk, Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnőt, ugyancsak Gerjenben lesz a szokott időben a szentmise. Csütörtökön és pénteken este is lesz itthon szentmisénk. A jövő vasárnap Jézus Krisztus testének és vérének ünnepe lesz, amit mi Úrnapjának nevezünk. A szokott időben lesznek a szentmisék, filiákban is. Itthon a szentmiséhez kapcsoljuk jó idő esetén a szokásos úrnapi körmenetünket. Akik ebben szoktak segíteni, vagy kedvük van, hogy segítenek az oltárok felállításában, díszítésében, szeretettel kérjük és fogadjuk a segítséget. Lehet, hogy Gerjenbe egy kicsit késünk az úrnapi körmenet miatt, ők ezt már tudják, meg fognak bennünket várni türelemmel. És szeretném megköszönni elsősorban Péter Pál atyának ünnepi szentmisénket, és hogy ismertette velünk szerzetes rendjét. Kérjük a Jóisten áldását, hogy legyenek egészen fiatal kapucinusok is. Még ő sem idős, de ott is nagyon hiányzik, mint mindenhol nálunk is a papi szerzetesi utánpótlás. Elmondom neked, kedves Péter Pál atya, hogy itt minden első csütörtökön szentmisét ajánlunk föl papi szerzetesi hivatásokért. Hát faddon még nem nagyon vettem észre, hogy nagyon nagy lenne a jelentkezők sora, de hát ami késik, nem múlik, a remény hal meg utoljára. Köszönöm a kedves testvéreknek is, énekkarnak, minisztránsoknak, sekrestésünknek, kántoroknak, és mindenkinek, aki bármit is tett azért, vagy tesz ezután azért, hogy a mai ünnepünk valóban szép és ünnepélyes lett és lesz. A szentmise ünnepélyes befejezése után pedig majd hallgassanak meg egy harangjáték előadást itt a templomban, azt követően pedig a templom mellett felállított padoknál, asztaloknál a kedves faddiak szeretett vendégségre hívnak mindenkit. A meghívott vendégeket pedig a
művelődési házba várjuk szeretettel ebédre. Köszönöm szépen Jenő atya szavait, és köszönöm a testvérek bizalmát. Kezdő könyörgésünk azt mondta, hogy ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkait, és beszéltünk a szeretett közösségről. Talán pont Szent II. János Pál pápa mondott egy másik dolgot is Isten belső életéről, hogy Isten fiatal, nem egy elfáradt, nem egy elaggott, hanem egy fiatal. És a fiatalság 21. századi problémáira reflektálva, hogy mondjam el, hogy 20. századnak két nagy kapucinus szentje az Mándit Szent Lipót és Pietrelcinei Szent Pió, két szent életű gyóntató, amikor az irgalmasság éve volt, Ferenc pápa két szentet kérte, hogy relikviái jelen legyenek Rómában a Szent Gyónás szentsége, és nem csak kapucinusok gyóntatnak, hanem minden felszentelt pap gyóntat. Keresztény életünkhöz fogadjuk a mindenható Isten áldását. Az Úr legyen veletek! A mi Istenünk a mennyi és föld Ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza rátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszült fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor. A szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása.